becsüld meg magad, te is az Isten háza van. Azóta is keresgélem, hogy kilakít bennem. Ez a sok szép magyar gyerek itt Nimród leszármazottjának tartja magát. Elgonoszult zsidóság, választott nép hülye elméletével, Isten bocsássa meg, mindenképpen világuralomra törekszik. Neki nem is az a fontos, hogy mi, az a fontos, hogy ez legyen, bármilyen dumával. Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom. Kitör a cigány-magyar háború Magyarországon. Ennek már ki kellett volna így törni, eléggé cukkolták hozzá a cigányokat. Még nem tört ki, és reméljük nem tör ki, reméljük az egész tisztességesen, békében megoldódik. Olyan értelemben óriási kérdés most is, hogy hogy talál a tisztességes magyar egymással a tisztességes zsidóval, azzal a tisztességes zsidóval, amelyik Izraelből nem akar ide költözni, mert ott akar boldog lenni, vagy ha itt él, akkor szépen tudva az, hogy én is egy vagyok a sok közül, nem kivételezettség. Most nem tudtam, hogy van Magyarországon a zsidóságnak egy olyan ága, amelyik mindenképpen hatalomra törekszik, és mindenképpen nem zsidó akar lenni, hanem Magyarország vezetője, és ami biztos-biztos magyarként akar Magyarország vezetője lenni. Acél Györgyék után az új korszakban a MDF is tele volt ilyenekkel. Ma már ugye az MDF, az egész MDF oda van, tudjuk, de bizony ezeknek a leszármazottjai most is itt vannak Magyarországon. És 2002-ben mondta nekem egy öreg ezek közül, elnézést, hogy ilyen sokáig beszélek, de befejezem, és aztán kérdezzenek, amíg akarják, hogy mondjak valamit. Azt mondta az öreg, hogy most visszahozzuk a kommunistákat, valamint ugye az MSZP-seket, végezzék el a piszkos munkát, és aztán majd jöhetnek a fideszesek akár többfordulóra is, de akkor már mi zsidók leszünk a magyarok. A zsidóságtól 4 dolgot kell megkérdezni, mégpedig az első az, hogy a Tórában ott van, hogy Noénál, amikor részeg, nem a Kám veszi észre a kitakarózott nagyapát, hanem a Kám negyedik fia, Kánaán, azt szól a Kámnak, azt szól a Sémnek, ugye. És akkor Sém szépen háttal, ahogy illik egy hiúnak, takaróval odamegy és betakarja az atyát. Most mikor fölébred Noé, és ezt megtudja, akkor azt mondja, hogy áldott legyen Sém is az ő leszármazottja, és átkozott legyen Kánaán is az ő leszármazottja. Bárhol, bármilyen lesz Kánaán leszármazottjainak, és tudjuk Nimród, hogy az ő leszármazottja is, ez a sok szép magyar gyerek itt Nimród leszármazottjának tartja magát. Tehát akkor azt jelenti, hogy bárhol, bármilyen lesz Nimród leszármazottjainak, vagyis Kánaán leszármazottjainak, azt a Sém leszármazottjainak nemhogy joguk, kötelességük elvenni tőlük minden. És ezt minden péntek este a Tórában megtalálják, a szegény kis zsidók is ezt hallják. Ez az első kérdés, hogy ezt csak ugyanígy gondolják? Ezt, ha békét akarunk velük, ezt kell tisztázni. A második, ami kicsit ehhez honódik, mégpedig a következő. A 19. század nagy kérdése volt, hogy a feudalizmus megszűnésével melyik nemzetiség meg hogyan kerül be az alkotmány sáncaiba. Ugye tudjuk, a nemesség benne volt, tudjuk, hogy a szabad királyi városok, meg a szabadhajdok, meg ezek benne voltak. Felemeljük a jobbágyságot, rendben van. És volt itt egy elég jelentős tömeg, nyugatról is, keletről is, olyan értelemben, hogy nyugatról ugye a bankár, a szefárd zsidóság, keletről pedig az askenázi, a kis szatós zsidóság, hogy ezek hogy kerülnek be az alkotmány sáncaiba. Angliába, Franciaországba a forradalom idején simán fölvették őket. A német sok kis államban úgy vették fel őket, hogy azt mondták, hogy aki áttér egy keresztény hitre, az megkapja az egyenjogúságot, az állampolgárságot.
a Marsz, jó napot kívánok, papa, a Károlyka meg a több, azt hiszem 7 vagy 8 volt neki fiú, így lépett be evangélikussá, és így volt egyenjogú német állampolgár. Na most mi legyen Magyarországon? Itt is már a 29-es országgyűlésen ez téma kezdett lenni, és voltak, akik feltételezhetően jó szándékból, meg esetleg megfizetve a zsidóságtól, ezt ott a felsőházba is, meg az alsóházba is kezdték forszírozni, hogy hogy legyen. De volt nekünk egy Széchenyi Istvánunk, aki nem rossz indulatból, hanem tárgyilagosan azt mondta, hogy nagyon gondoljuk meg, hogy mit csinálunk, mert a magyarság, amelyik ideig nem iparral, nem kereskedelemmel foglalkozott, ha most ezt az iparral és kereskedelemmel foglalkozó zsidóságot simán bevesszük magyar alkotmányba, akkor sose lesz magyar ipar és magyar kereskedelem. Mert ők mindig akkor megtartják természetesen. Mondott egy gyönyörű szép hasonlatot, és aztán ez volt olyan hatásos, hogy egészen 1848-ig ez a kérdés nem oldódott meg. Mégpedig azt mondta, az angolok és a franciák könnyen vették és emelték be a zsidóságot, mert az olyan, hogy egy óceánba beöntök egy pohár tintát, az a túlmi diható lesz. De egy fazék húslevesbe öntök be egy pohár tintát. Nem részletezve, hogy mi történt 1848-49-ben, nem oldódott meg ez a dolog, viszont a kiegyezés 1867-ben simán megkapták az állampolgárságot, bevettük őket az alkotmány sáncaiba, de ahogy elmondta nekem most a Magyarok Világszövetségi elnöke, én se tudtam valami történelmi tanár, ezt a törvényt, nem is tudom, hanyadik volt 67-ben, de nem emlegették. És főleg állítólag évek óta keresik az eredetit, és nem találják meg azt a kiegészítést hozzá, ami akkor elfogadták, mint utolsó kiegészítés, hogy le kell ülni, tehát hogy megkapják az egyenjogúságot, de a zsidó egyház, meg a keresztény, a magyar egyházak üljenek le együtt, és vizsgálják meg, hogy hol mi olyan tanítás van valamelyikbe. Amit ugye az előbb elmondtam, hogy meg kell minden, ezért a Kánaán fiaitól elvenni mindent. Tehát, hogy üljenek le és tárgyalják meg, és valahogy hozzák egyensúlyba. Ez máig nem történt meg. Tehát ez a második kérdés, hogyha csak ugyan itt akarnak élni, nem lehetne mindenképpen megoldani ezt tisztességesen? Kéne. Azért mondom, ez a második kérdés. A harmadik kérdés pedig kapcsolódik kicsit már ahhoz, amire ön el akar jutni, hogy kérem szépen, tehát itt megadtuk a zsidóságnak simán az egyenjogiságot, és ami a legszebb egyébként, hogy Magyarországon nem tudom, ki tudja, hogy a kiegyezés után volt az országgyűlésben antiszemita párt, így hívták, ami 70 vagy hány képviselője volt az első fordulóban. Míg a másodikban, még tulajdonképpen a 1900-as első években is ott volt valamennyi belőlük. Antiszemita párt. Ez volt a neve is, mondom. Hányban? Ki... Tessék? Hányban volt? 1867-ben a kiegyezés után. Ott volt a Deák párt mellett, meg a többi párt mellett. Antiszemita párt. Mondd el annak a lényegét, hogy mi volt annak a lényege. De mondom, az a szép, hogy ezt nem tanítják az egyetemen sem most sem. Én úgy az elmúlt 20 évben találtam rá. A következő, ami szép benne, hogy az Istóciék, akik ilyen vezetői voltak, abban az időben, amikor már Európában, ugye a század elején, tehát a 19. század elején megadott egyenjogúságban élő zsidósággal lévő országokban kezdtek valahogy úgy elegük lenni a zsidóságból, Isten bocsássa meg. És nagy téma volt a 19. század végén, hogy hova tegyük a zsidóságot. Angliában is szóba jött meg, Franciaországban, Németországban is, és fölmerült, hogy Dél-Amerikába telepítsük ki őket, vagy fölmerült, hogy Madagaszkára telepítsük ki őket.
De kérem szépen, akkor jött a magyar antiszemita párt, amelyik azt mondta, hogy a zsidóságnak jár a saját hazája. Így van, ez a tehát tulajdonképpen a magyar antiszemita párt harcolta ki azt a gondolatot. Azt harcolta ki Izraelt, hogy ma Izrael állam igen, legyen. Sőt, igen. A 45 után az angolok voltak, akik megtorpedózták, és az volt az érdekes, hogy az oroszok Stalin kérte azt, hogy igenis a zsidóknak adjanak egy állót. Jó, ha most tehát sorba megyünk. Tehát lényeg az, hogy a magyar antiszemita pártnak volt köszönhető, hogy elkezdték gyűjteni itt a pénzt, elsősorban ugye a kis zsidóság, mert ezt sem tudják az emberek, hogy valójában kétfajta zsidóság van. Nagyon megosztottak egyébként a kettőn belül is, jobban, mint a magyarság, ami pedig elég nehéz dolog, de a szefárd zsidóság, az az úgynevezett nyugati zsidóság, a bankár zsidóság, amelyiket, ezt sem hangsúlyozzák eléggé az emberek, 1492-ben Izabella kiűzött Spanyolországból. Egy része Németországon keresztül, azért, mert Németországon mondjuk a Rothschild családék ott maradtak, fölment Angliába. És nincs mese az angol polgári forradalom, meg azóta Angliába ők nagy szerepet játszanak. Onnan ugye átmentek az USA-ba, és megint nincs mese az USA-ban a köztársaság, vagyis a Republic párt mögött ez a szefárd bankár zsidóság van. Így tudjuk, vagy tudják nálam okosabbak. Na most ebben még az a vicc, hogy ez a szefárd zsidóság egyrészt elment a törökökhöz, és tulajdonképpen a török szultánt, őt cukkolták és fizették, hogy menjenek Nyugat-Európát megbosszulni, ugye, hogy kitelepítették. Tehát mi a 150 éves török uralmukat ezeknek köszönhetjük. Mert mindig akadt egy magyar vár, amelyik ugye megállította a Nyugat-Európában igyekvő törököket. Az utolsó, mikor végre elérték, hogy eljutottak Bécsig már ostromolni, tudjuk 1674 vagy mikor volt, az, végre Bécset ostromoltak, és akkor a nyugatiak észbe kaptak, és kiűzték még innen is őket. De addig mindig mi próbáltuk megfékezni a Nyugat-Európában törő törököket. De most visszatérve tehát oda, hogy mi legyen a elkezdték gyűjteni az askenázi zsidóság, ez a keleti zsidóság, Lengyelország, Oroszország, amelyik egyébként teljesen érthető és hihetően hangzik, azt gondolom, hogy ez a kis zsidóság harapott rá a kommunizmus eszméjére. Ez a kis zsidóság, amelyik megint csak nem tudjuk, hogy amikor 1492-ben a jezsuiták kimentek, és Dél-Amerikában ott voltak, és megkérítették az ottani benszülötteket, 150 évig volt krisztusi kommunizmus szerinti országot a benszülötteknek Dél-Amerikában. Alig tudták a szabad kőművesek a végén meg, miután ugye az USA megalakult, és megerősödtek az ottani szabad kőművesek, alig tudták ezeket szétverni. Ezek része került be Európába, és nem tudom önök mennyire emlékeznek és mennyire tanulták, hogy az 1820-as, 30-as években, tehát mikor már a francia forradalom is lezajlott, akkor megjelentek ezeknek a dél-amerikaiaknak a megmaradt emberei, és itt elkezdték az igazak szövetségét szervezni Németországba. Ezt az ilyen értelemben krisztusi kommunizmus eszméje szerinti egyházat, meg életet. Most tulajdonképpen a jó politikus az nem új eszmét talál ki, hanem a létező eszmébe beépül, és azt a saját érdeke szerint próbálja alakítani. Na most így építették be Marxot, meg Engelset, értjük egymást. És így csináltak az igazak szövetsége, amelyik a szeretetre épülő kommunizmust akarta. Így dolgozták ki a gyűlöletre, meg osztályharcra, meg értjük, nem kell mondani, való kommunista eszmét. Így kezdték el
bizonyítani, hogy itt ölni kell ezzel az eszmével, ugye a Franciaországban ugye a kommun, majd Oroszországban a sok éhező ember között, ahol ugye ez az eszme otthon talál. Így építették be, még Lenint is túlságosan jónak találták, és építették be a szefár zsidó Sztálint a kommunizmus eszme vezérévé, és ott egyrészt sikerült neki tehát az eszmét megölnie, másrészt nem tudom, ki tudja, hogy ugye Oroszországban annyi volt már az askenázi zsidó, hogy tulajdonképpen a föld, ha azt mondom, hogy 1000 zsidó, abból 800 askenázi volt. És nincs mese, Sztálin a börtöneibe több zsidót megöltött Szibériába, mint utána az egész német holokauszt volt. Azoknak a megmaradt, mikor megenyúlt ez az egész a 90-es években, a megmaradt része ment ki Izraelbe, és szerintem most azok, akik azt mondják, hogy elég volt ez a gyűlölet, hanem csak ugyan csináljuk meg azt az igazi cionizmust, amit Herz elkezdett volna, mint mondom, hogy jár nekik. Mert Herz, ott van nálam a kis könyvecskéje, tehát nem falról beszélek, mikor arról szól a könyv, hogy Ősúj ország a címe, biztos Angliában is megvan angolul, meg Németországban, nem tudom megmondani önöknek, de magyarul olvastam, mert magyarra le van fordítva. Arról szól be a könyv, hogy miután a cionisták hatalomra is kerültek és szóhoz jutottak Izraelben, akkor békében, tehát elkezdtek az arabokkal barátságba, megismerkedni egymást, igazság szerint elosztani az országot. És ide, hagyd mondjam, hogy 92-ben, mielőtt én elmentem a Zsidó Kulturális Egyesületbe, tulajdonképpen ez az út volt az mint egy indítója nekem, hogy meghívtak engem Budapestről Dunaszerdahelyre, a magyarok, hogy beszéljek a szépen magyarul, szépen emberül mozgalomban. És ugye hosszú az út Dunaszerdahelyig a buszon, egy ilyen kedves kis öreg úr került mellém, úgy elkezdtünk beszélgetni. Most kiderült, hogy elmondta, hogy ő 39 óta most van itthon Izraelben. Ő elmondta, hogy a váci rabbi volt az apja, de ő sose volt vallásos, ő mindig a Herz híve volt, és 39-ben már járta ott a Dunaszerdai környékét, és agitálta, hogy gyertek, menjünk haza. És ott megtalálta az élete párját, és az ága szerelmét, akik ugye kimentek, és ott évekig sátorba építették a kibuszokat, és született 5 gyerekük, akik most ott van elől, 3 mondta, hogy a kocsiba ott ülnek, mert az ő drága felesége most meghalt, és ő most hazahozta ezt a 3-at, hogy lássák, hogy honnan jött az édesanyjuk, ugye Dunaszerdahelyre most mentek, itt már Vácott is voltak, aztán mennek haza vissza. Szoktam mondani, hogy mi bajom velük, igaz? És ez mondta ez az öreg úr nekem el, hogy mi már régen kibékültünk volna az arabokkal, mert ott élünk közöttük, ugye, de mindig vannak, azt mondja, ezek a hülye pályászosak, akik belelövöldöznek az arabokba. És akkor minden előről kezdődik, azt mondja, mert ezeket a rohadtak idétleneket, azt mondja ráadásul, azok az USA-beli gazemberek fizetik, akik nem is vallásosak. Na most, itt viszont egy nagyon-nagyon fontos, mert megint elmondanom, hogy mit tudtam én meg, nem sokra utána ott a Zsidó Kulturális Egyesület, hogy mi baj van most jelenleg az arab és a védelmével az izraeli zsidókkal. A következő. Kérem szépen, a első vagy második, most nem vitatkozunk rajta, nagy szent zsinagógát lerombolták most Krisztus után 70-ben, mikor oda mentek a rómaiak. Na most, arra a szent helyre, mikor 600 körül bementek az arabok,
Ugyanarra a szent helyre felépítették az Al-Aqsa mecsetet, a harmadik legnagyobb mecsetüket. És ezt nem hozzák nyilvánosságra, hogy tulajdonképpen az ortodox zsidó meg a hithű arab között az a baj, hogy az ortodox azt hiszi, vagy úgy tudja, pardon, hogy akkor jön el a messiás, ugye, mert ők várja a messiás, akkor jön el a messiása, ha majd oda felépül a igazi zsinagóga, mert akkor jön ugye meg. Na most viszont ott a mecset, tehát a hithű zsidónak az lenne, hogy háború, hogy lerombolni, hogy fel tudja építeni. Az arabnak, meg mondom a mekkai, a medinai után, ez a harmadik, mert állítólag innen ment Mohamed föl a hegyek, nem a hegyekbe, ugye az égbe. Tehát ezt valahogy le kellene ülni és emberileg megoldani. És ezt mondják a tisztességes, tehát ezt követelni kellene. Valahol az ENSZ-nek, vagy nem is tudom kinek, hogy tessék már ezt megoldani. És tessék már békén hagyni az ottani, ott élni akaró tisztességes zsidókat, akik közül most az asszonyok tüntetnek egyébként, nem tudom, elkezdték el. És tehát ezt kellene tisztázni. Na most ez a, mondanám, tehát a harmadik kérdésem kicsit. Igen. És itt jön be a mostani, a negyedik, ha már itt tartunk, hogy most hogyan képzeljük el a jövőt. Mert az, hogy a politika befolyásolja ezt az egészet, ezt már tisztáztuk, de még egyszer elmondom például azt, amit megint csak nem tudunk, hogy ahogy mondom, a kiegyezés után szépen elkezdték gyűjteni és gondolni, hogy na megyünk majd haza. Az első világháborút kirobbantók, mikor ott tartottak, hogy 1917-ben, 17 elején, ugye a németek és az osztrák-magyar monarchia állt győzelemre. Úgy nézett a front, meg lehet nézni. Akkor rászedték az angol külügyminiszter, Balfour, nem tudom, ki hallotta ezt a Balfouri nyilatkozatot. Balfouri nyilatkozat, ön tudja akkor. Lényeg az, hogy ez a Balfour tett egy nyilatkozatot, amelyik arról szólt, hogy amennyiben mi győzünk, tehát az akkor éppen veszteségre álló angolok, meg értjük, akkor mi segíteni fogjuk Izrael megalakulását. Értjük? Abban a pillanatban Németországban nem kellett neki nyilván egy hónap, hogy tudta az összes zsidóság, és az osztrák-magyar monarchiában is tudta az összes zsidóság. És az, amit mi csak külsőleg tanúi voltunk, hogy két munkásmozgalom kezdődött ezekben az országokban, igaz? Tehát tökéletesen igaza van a németeknek, mikor azt mondják, hogy valóban a belső szándékosan orkozott forradalmak, munkásmozgalmak, azok tették tönkre Németország hadi helyzetét is, meg az osztrák-magyar monarchiába, és ugye elkezdődött nálunk Károly, meg ezek, így van, a tanácsköztársaság, és akkor elveszett, ugye, ki lett a győztes, Trianon, nem kell mondani, viszont jellemző, hogy az angolok, nem, hogy akkor nem tartották meg a szavukat, még amikor 1948-ban az ENSZ-ben véglegesen szavaztak az Izrael megalakulásáról, Anglia még akkor is ellene szavazott. Figyelem, értjük. A nagy kérdés, a következő nagy kérdés, hogy kérem szépen, jött a második világháború. Itt el kell mondani ahhoz, hogy nekem a személyes élményem a következő, hogy ahogy mondom, 44 őszén mentem a református gimnáziumba, és ehhez az egyetlen nem hajdunánási ősöm, ők nagyanyjához is el kellett menni Szabolcsba, hogy igazoljuk a magyarságát. Most mikor visszajöttünk, édesanyám malott a Hortobágyi puszta, kinyúlik egészen hajdunánás határáig, és jövünk vissza ilyen pusztán, mint itt van, az egy lovas vaklovunkkal a féderben, mert a rendeseket elvitték a háborúban, egy lovas vaklovunk volt ott. Jövünk vissza, amikor jönnek a repülők fölöttünk az égen, és
Elképzelhető, hogy látták, hogy egyszerűen szórakozás, hogy mit tudom, véletlen. Elkezdtek ledobálni valamit. Mi csak úgy látok, hogy húrnak, édesanyám szegény, vert a lovat, futottunk amennyire lehetett a lóval. Kiderült, hogy ilyen üres üzemanyagokat a repülőből kidobták, amíg nyilván üres lett. Ezt most azért mondom el, hogy kérem szépen, aztán másodt is kiderült, hogy ledobnak üres, tehát szórakoznak meg valami ezüstpapírokat is dobáltak. De kérem szépen, biztos, hogy az angol és amerikai hadsereg. És ezáltal, ha az amerikai hadsereg tudta, akkor az amerikai polgárok is tudták, és az amerikai polgárok közül a zsidóság is tudta, hogy mi van Lengyelországban, a táborokban. Így van? Mindent láthattak biztosan, mert már akkor is elég jó volt. Én most nem vitatkozom, hogy volt-e gázkamra, vagy nem volt. Én ezen nem vitatkozom. Ugye tudjuk, hogy többet bebizonyították meg, hogy nem is úgy volt, de most az a kérdés, az én kérdésem, és ezt kell megkérdezni az amerikai, az Egyesült Államokbeli zsidó hivatalos szervektől, akik most New York, Chicagóban megint tőlünk is a nagy pénzt, hogy kérem szépen, az amerikai és az egyáltalán a világ zsidó szervezete miért nem dobált röplapokat le mondjuk Magyarországra? Figyelmeztetve a magyarokat, hogy védjétek meg a zsidó testvéreiteket. Ők tudták, hogy mondjuk mi vár rájuk, ha igaz, hogy várta. Értjük egymást? Tehát az, amit zsidó emberektől is lehet könyvben is olvasni, hogy tulajdonképpen az egész holokausztot az elgonoszult zsidó szervezetek találták ki és hajtották végre a saját érdekükben. Remélem nem ölik meg mindazt a tisztességes zsidót, akiket ők kérdezik, mert hogy engem megölnek, hát most már 77 évesen. Igaz, hogy édesanyám 99-en most halt meg, úgy döntött, hogy meghal, de én, nekem elég csodálatos férj, meg minden, de jó, menjünk komolyra vissza. Tehát értjük, ha békét akarunk a zsidósággal, és azt akarunk, és ők is azt akarnak már, úgy gondolom, a tisztességes. És az egész jövő szempontjából, amikor valóban nem a pénz, igaz? Mert azt mondom, hogy rabszolga, föld, tő, gyárak, eljutottunk oda, hogy a pénz. Amelyik, ilyenkor lesz egy hajdúsági panteista olyan ebben alázatos, hogy mintha sohasem akarna az embertől valamit. Mi reformátusok hajdúságban nem nagyon egyháziaskodunk, meg vallásoskodunk. A drága nagyanyámnak, akinek az édesanyám 99 éves korában halt meg, és 15. gyerek volt az én anyám, aki meghalt. Ennyi volt a vallásos nevelése. Becsüld meg magad, te is az Isten háza van. Azóta is keresgélem, hogy ki lakik bennem. Na most viszont oda visszatérve, tehát, hogy ez a kor, amikor azt mondjuk, hogy a tisztességes, tudatos, emberi, az értékekre, a teremtő társi felelősséget vállaló ember kora lesz. A szeretetre épülő kor lesz. Akkor mindenképpen a tiszta szóval kell elkezdenünk a rendcsinálást, én úgy gondolom. És megkeresni keményen azokat, és számon kérni, hogy hogy gondolják, hogy akarják megváltoztatni az egészet. Mert amit illeti most a mostani helyzetünket tehát, hogy a 90-es rendszerváltoztatás is nem véletlenül történt, azt hiszem megint csak nem kell mondani. Most találtam rá egy könyvben arra, hogy valójában 1971-ben csináltatták meg az akkori
amerikai elnökkel azt, hogy az dollár alól kivették az aranyfedezetet, vagyis hogy szabaddá tették, mert akkor értik. Tehát az, hogy valahol ez az elgonoszult zsidóság választott nép hülye elméletével, Isten bocsássa meg, mindenképpen világuralomra törekszik. Neki nem is az a fontos, hogy mi, az a fontos, hogy ez legyen bármilyen dumával. Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom. Tehát 1945 után úgy nézett ki, ugye, hogy Sztálin gonoszságát elfelejtve mégis Hitler elleni küzdelembe, igaz? Tehát divatba jött a kommunista eszme. Az USA-ban is ott volt a kommunista párt, Franciaországban is ott voltak a kommunisták. Valamire való színész az mind a kommunista párt tagja volt Franciaországban is. Így van? Igen. Na lényeg az, hogy tehát már indult az, hogy akkor a kommunista eszmével csinálunk világuralmat. Ugye a kedves férjem szokta mondani, tehát készültek Sztálinék, hogy hadsereg, minden, aki nem áll, aki ellenáll, azt megsemmisítjük, de megcsináljuk az Európai Uniót, már akkor akarták megcsinálni. A kommunizmus helyre állt, mert a Sztálin azt akarta, hogy itt az orosz tiszt, aki nálunk volt politikai tiszt, egy őrnagy, az azt mondta, hogy meddig mentek, az apám kérdezte tőle. Addig, amíg Sztálin elvtárs akarja, a kommunizmust az egész világon el akarjuk terjeszteni. Na most, 1905-1901, beigazolod, 56, a cseheknél 68, 81. A lengyeleknél akkor Brezsnyevék elhatározták, hogy Európát el akarják foglalni. Hát ezt maga Gorbacsov most elismerte. Igen, innen hagyd mondjam én is megint tovább, bocsánat. Azt, és utána folytathatod, és így lett az, hogy a kommunizmus csak fegyverrel lehet terjeszteni. Adom a szót a fejességemnek tovább. Tehát az, hogy azt gondolták, hogy sikerül, de jött a magyar 56, amivel kiment a divatból a kommunista eszme. Ráadásul Prága jött rá, és akkor megint leültek az okosok, és akkor csinálták meg azt a tervet, amivel belefért a 71-es dollárfelszabadítás, belefért a 76-os Helsinki aláírás, volt ugye egy ilyen nagy összeborulás, így van, ahol na mostantól kezdve egyesületek alakulhatnak a kommunista országokban is, meg az eszmét, tehát elkezdődött utána, hogy melyik országban csináljuk meg ezt a nyitást, kinézték rá Magyarországot, Fekete Jánosék elkezdték a 70-es évek második felében eladósítani ugye az országot, tehát kinyitottunk itt a demokrácia fele. A 80-as évek elején, amikor Angliába számolta fel a demokráciát a Vaslédi, nálunk pedig elkezdték az egyetemista fiúkat kivinni ösztöndíjjal Angliába meg az USA-ba, hogy kéznél legyenek, ha szükség lesz rájuk. Értük egy elég vad dolgot mondok, tudom. De lényeg az, hogy amikor eljutottunk oda, hogy 89-ben, ugye a rendszerváltoztatás, már megvoltak az embereink, akivel ezt meg lehetett csinálni, itt vannak. És az, hogy izraelbeliek itt azzal, hogy jó szerint összevásárolták az országot, akire igény tartott rá, így van? És itt vannak a földjeik, meg itt vannak a házaik, és a jelen pillanatban ez az úr kérdezte, hogy mi van most. Spíró György megírta a Feleségverseny című könyvet, 2 évvel ezelőtt olvastam, amelyik arról szólt, hogy kitör a cigány-magyar háború Magyarországon. Ennek már ki kellett volna így törni, eléggé cukkolták hozzá cigányokat. Még nem tört ki, és reméljük nem tört ki, reméljük az egész tisztességesen, békében megoldódik. A másik pedig az, hogy cukkolják az arabokat, mert ki kellett volna törni az arab zsidó háborúnak, amikor a zsidók, akiknek itt a tulajdonuk menekültként jönnek ide, mármint magyar állampolgár, mert most a kettős állampolgárossággal megteheti. Szerencsére még nem tört ki az arab zsidó háború, és reméljük, hogy nem tört ki. Reméljük, hogy most valóságismeret és önismerettel gazdagodva az emberek, mértéket tartva és tudva teszik, ami illő, szépen emberül, mondom én, ami azt jelenti, hogy
próbálják szolgálni az életet, próbáljuk megcsinálni. Ma már csak földbe lehet gondolkozni, igaz? Együtt a nemzetiségekben, tehát az, hogy az embereknek lehetőséget adni arra, hogy azt a átlagosan 80 évet igaz emberként éljék le itt a Földön, szeretve egymást, hazát szolgálva, nemzetet szolgálva, családot szolgálva, önmaguknak jó gazdájaként. Itt a vége. Köszönöm szépen, hogy ennyit mondhattam. Önzően csináltam, mert a lelkiismeretem nyugodtságához ez kell. És ma már például ezt kell tisztázni, hogy az nem áldozatot hoz, aki mondjuk a közösségére él. Ha így lett nevelve, hogy az neki fontos, akkor az az ő legönzőbb célja. Köszönöm szépen. És köszönöm. Szeressétek egymást, tartsatok össze, és segítsetek egymáson. Még egy üzenet van. Sajnos két óriási nagy problémánk van. A népesség csökkenés, ami annyit jelent, hogy az utolsó 20 évben, kérem, 7 millió abortusz volt. A magyar nők nem akarnak férhez menni. A diszkóba járás tönkretette erkölcsileg. 11-12 éves lányok a diszkóba drogoznak, részegeskednek. 13 éves, 14 éves lánynak szeretője van. Ezt meg kell szüntetni. Ez a másik pedig az, hogy munkahelyet teremteni, és arra kérjük a kinti magyarokat, jöjjenek haza, pénzt hozzanak, üzemeket, magyar üzemeket. Sajnos a Magyarországon lévő üzemek nagyon nagy része nem a magyar tulajdonban van, és nem a Magyarországnak hozza hasznot. Ez a kérésem még a kinti magyar testvérekön, ez az üzlet, mint öreg Ferences diák, agrármérnök, gépészmérnökként, vadászszakmérnökként, vendéglátós szakközgazdászként, ezt üzenem. 80 évesen, hogy jöjjenek haza, itt is legyenek részt, itt a Magyarok Szövetségének az ünnepség, gyönyörűen tegnap elsírtam magam. Miért nem 50 éves koromban, hogy én is lóra ülhettem volna, és mehettem volna ezekkel a fiúkkal a hazáért. Na, ez az utolsó üzenetem, hogy jöjjenek haza, és segítsenek az országon. Mindenki, aki tud, jöjjön haza, és építsük a magyar hazát, mert minden magyar a milyen. Minden magyar állampolgárságot kap, most már ez megvan. Köszönöm szépen a beszélgetést.
nem én voltam.